Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Csaknem 1500 küldött érkezett a Hungexpóra az ország több mint 800 településéről. Rajtuk kívül további mintegy 600 meghívott vendég, diplomaták, tudósok, művészek és sportolók vesznek részt a kongresszuson. A küldöttek szavaznak a pártelnökről, a posztra az egyedüli jelölt Orbán Viktor miniszterelnök. Emellett megválasztják a 4 alelnököt is. Kövér László, az országgyűlés elnöke azt mondta, az elmúlt évtizedben 3-szor sikerült legyőzni a globalistákat. Az utóbbi évtizedben a globalizmus erői és hazai helytartói 3-szor vonultak fel ellenünk. De mi az eszünkre és szívünkre egyaránt hallgatva 3-szor győztük le őket, demokratikus és békés módon. Az utóbbi évtizedben 3-szor segítettük győzelemre Magyarországot, 3-szor kaptunk ehhez erőt a Jóistentől és bizalmat a nemzetünktől. 2022-ben újra Európa védőbástyáján állva 4-szer is győzni fogunk.